Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a három kérdőjeles jóslást, vagy egy másikat. A díjam minden jóslásnál 4000 forint, védikus, asztrológiával együtt 10000 forint. Mielőtt megtekintenénk azt, hogy mit mutatnak a kártyák, szeretnék valamit mondani, ami a csillagokat illeti. Ez a felvétel február 17-én jelenik meg. Ezen a napon a hold a Rohini holdházban van. A védikus asztrológiánál vannak ugyanis holdházak. Ez a hold napi mozgására utal. Ez a Rohini holdház nagyon értékes. Ez utal a kreatív tevékenységre, utal ránk hölgyekre, utal a szerelemre is. A hold a bika jegyében van a Rohini holdházban, az indiai asztrológia szerint, és ez egy nagyon precíz, megbízható számítás. Egyrészt a bika jegyében a hold jól érzi magát, itt ki tud bontakozni. Azon kívül ez a Rohini holdház, ez utal a szépségre, a szerelemre, a szerencsére. Ehhez van egy mitológiai történet. Az indiai mitológiában a hold az egy fiatal, szép férfi, Chandrának hívják. És Chandra beleszeretett Rohiniba. Rohini a szimbolizálja a hajnalt. Mondhatnánk úgy is viccesen, ő a hajnalka. És Rohini megkérte Hajnalka kezét. Hajnalkának az apukája azt mondta, jó rendben van, elveheted a legkisebb lányomat, de neki még van 26 nővére. Tehát 27 nővel kell akkor összeházasodnod. Rohini elvette mind a 27 nőt. És ez azt jelenti, hogy van 27 holdház. És ez jelenti a hold napi mozgását. Itt hölgyekről van szó, ezeknél a holdházaknál, hiszen mindegyik az ő feleségét jelenti, de Chandra az legszívesebben Rohininál van, hiszen ott van a nagy szerelem. És ezen a napon megvan ez az erős, szerelmi energia. Február 17-én Vénusz bolygó és Plutó bolygó egy konjunkcióban áll, találkoznak, együtt hatnak. Ez kihat ránk hölgyekre, vagy kihat a szerelemre. Plutó bolygó az a hatalom bolygója, az azt jelenti különösen ránk vonatkozva hölgyekre, hogy uralkodjunk a helyzet felett, vagy legyen meg a belső erő, a hit. Amit Plutó bolygó még jelent, hát ezek a szexuális témák, és ez kihat jelenleg, megvan ez a kisugárzás, kihat a párkapcsolatra. Van viszont egy kellemetlen kapcsolat is Merkur bolygó és Uranus bolygó között. Merkur bolygó jelenti a cselekvéseket, vagy a kommunikációt, Uranus bolygó pedig a változásokat. Most valamit tervezni, amit szeretnénk konkrétan megvalósítani, erről beszélni, most nem túl jó, nem a megfelelő időpont ehhez. Ha például munkahelyi változást tervezünk, fel akarunk mondani,
vagy tervezünk egy költözködést most indítani, vagy erről beszélni, ez nem a legjobb időpont erre. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Itt láthatóak a kelyhek, tehát ő érzelmekkel közeledik hozzád. Itt, ezen a képen ő látható. Körülötte ott vannak a kelyhek. Ezek jelentik az ő érzelmeit, hogy ő érzelmekkel akar közeledni hozzád. Az egyetlen probléma az, hogy a kelyhekből 9 darab van. És az jelenti a korlátozásokat. Én úgy szoktam mondani, ez olyan, mint egy kerítés, amikor elérkezik a kerítésig, ő nyitott érzelmekről beszélni, és akkor ott a kerítésnél botladozik, és nem meri kimondani, hogy mit akar. Azt se tudja, hogy mi van a kerítés mögött. Nem tudja, hogy reagálsz, ha ő terveiről vagy érzelmeiről beszél veled. Ezen át kell neki tennie magát, ezeken a bizonytalanságokon. De megbízhatsz benne, hiszen itt is látható a szerelem, sőt, ez a férfi ugyanúgy, mint itt, tehát szeret téged, szerelmes beléd. Ennél a tarotkártyánál érdekes, hogy ezen a szerelmi kártyán 3 személy van, ő meg 2 nő. Ez lehet az, hogy még van egy harmadik személy a háttérben, mert neki van még egy párkapcsolata. Az is lehet, hogy valaki beleavatkozik a dolgokba, az lehet a te barátnőd, vagy valaki a családból is. De ha megnézem a képet, számomra ez a kép valami mást jelent. Mégpedig azt, hogy itt egy fiatal hölgy látható a szépségével, ő szerelmes, beléd, mert szépnek tart téged, és itt egy idősebb hölgy, ősz a haja, jelenti a bölcsességet, vagy az idősebb életszakaszt. És számomra ez a kép azt jelenti, hogy ő esküszik arra, és ezt komolyan gondolja, hogy ő nem csak most szeret téged, hanem a későbbiekben is. Akkor is, ha megváltozik a külsőd, ha ősz a hajad, ha idősebb vagy, ő még mindig ott marad melletted. Hogy látod te ezt a képet, vagy mi a véleményed erről, ezt nyugodtan leírhatod a kommentárba. A második kérdés úgy hangzott, hogy milyenek az érzelmei. Bepillantunk az ő érzelmi világába. Hát itt szomorúság van, kihívások vannak, minden olyan szürke, bizonyos problémákat meg kell oldania. Itt a kerekek láthatóak, de ezek szimbolizálják az érméket, tehát itt anyagiakról van szó, vagy a munkájáról, és jelentheti azt is, hogy vannak anyagi problémák, vagy a munkahelyén vannak problémák. De itt a madarak ezeket a magokat eltávolítják, amit éppen itt ültet, tehát a madarak eltávolítanak valamit. A madarak segíteni fognak, hiszen lezárják ezt a szomorú eseményt, ezeket a kihívásokat, a veszteségeket, és akkor javulni fog a helyzet. És mit fog tenni irányodba? Itt újra a kerekek, vagy az érmék láthatóak, és ez jelenteti az anyagiakat, a biztonság érzetét, a munkahelyet is. De ez a kép még valamit mutat. Te, vagy ő, vagy mindketten fogva tartatok valamit, mert úgy érzitek, hogy ez a biztonság érzete. Itt kiismeritek magatokat, nem kell ezen változtatni, de az igazi kincs a kincses ládában van. De nem tudod kinyitni a kincses ládát, ő se tudja kinyitni, mert a kézben ott a kerék. Tehát fogva van a keze vagy a te kezed,
ahhoz, hogy kinyissátok a kincses ládát, el kell engedni valamit. Ez lehet egy bizonyos helyzet. Ezek lehetnek emlékek, ezek lehetnek érzelmek, félelmek, vagy bizonytalanságok is. Tehát valamit el kellene engedni, hogy nyitva legyen a kincses láda, és akkor a nap megvilágítja ezt, láthatóvá teszi ezeket a dolgokat, és ezek a lehetőségek utal változásokra. De mint említettem, február 17-én Merkur bolygó és Uranus bolygó egy kvadrát aspektusban áll, ami jelenti a problémákat, a nehézségeket, a korlátozásokat. Jelenleg valamit megváltoztatni, vagy erről beszélni, ilyen tervekről beszélni, az előnytelen lenne. Lehet, hogy te elmondanád szívesen neki a terveidet, de oda se figyel, hiszen fogva tartja a régi dolgokat, és úgy gondolja, hát ez olyan biztos, hát ezt nem engedem el. Amit ez a kép még jelenthet, hogy munkahelyi problémái vannak, vagy anyagi problémái, ami itt is látható, és itt majd nyíltan beszél ezekről a dolgokról. Mi fűz össze benneteket, az itt középen látható a magyar kártyánál, amit a férjem készített. Újra az O betű látható, mint a napokban, szintén ez a kártya jött ki. Gondolkodj el azon, hogy mit jelent számodra ez az O betű. Ez lehet valakinek a neve, mint például Olga vagy Otto. Ez lehet egy helység is, mint például Orosháza. Vagy lehet egy fogalom, és nekem óvoda jut eszembe. A régi írásmód az itt van középen, ennek van egy misztikus jelentése, ennek van egy szimbolikus jelentése. Ez számomra a hatos szám, és a hatos szám az utal a múltra, az emlékekre, vagy hogy valaki gondol rád, visszatér hozzád. Ez a szimbólum olyan nem egyenes, ami utalna egy célra, egy egyenes útra, hanem ilyen gömbölyű, tehát így mellékutakon lehet a célokat elérni, vagy valaki visszatér a múltból ilyen mellékutakon, nem mondja ki nyíltan azt, hogy miért van itt. Hogy mit jelent számotokra ez a rovás írás, vagy az O betű, ezt is leírhatjátok a kommentárba. És most van egy meglepetés is, hiszen kihúztam egy kártyát az aktuális energiára, és itt ez a kép jött ki. Ez egy tanács most a mai napra, vagy a közeljövőre. Akkor is, ha úgy érzed, hogy körülötted minden összeomlik, olyan szűkös a helyzet, minden szürke, olyan szomorúság van, ne add fel, hiszen megvan a lehetőséged arra, hogy kiépítsd újra a kastélyodat, megvan arra is a lehetőség, hogy legyen gyógyító erő, ez utalhat betegségekre is, vagy ha benne vagy egy olyan helyzetben, ami betegít téged, megvan a lehetőséged arra, hogy rendezd a dolgokat. Nem szabad feladni. És ez volt a felvétel. Ha tetszett ez a videó, örülnék annak, ha feljelentkeznél a csatornámra, vagy lájkolnád ezt a felvételt. A kommentárba leírhatod a véleményedet, mint például, hogy tetszette ez a kártya, ami a napi energiát jelenti, és írd le a véleményedet. Azon kívül meglátogathatsz a Facebook oldalamon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!